Mondd, hogy kiütöttem a nagyító megy, nem, akkor megölök. Ezek mindig ugyanem. Bakker! Azt a... Na ennyire még nem riadtam meg videóba. No, nem, én ezt nem bírom, srácok, ezt én nem bírom megcsinálni egyedül. No, kis Sanc, segíts! Sziasztok, srácok, én a sajtonviszketők, és ezt a videót egyedül nem tudom megcsinálni, ezért elhoztam segítségül Kis Sancsot, hiszen képzeljétek el, anyukánk kicsikét meg akart minket azzal büntetni, hiszen egy egyest hoztam matekból, hogy a nagynénénkhez elküld, és itt kell laknom egy hétig. Én mondtam, hogy úgy nem szeretem a nagynéninket, hiszen ő teljesen gonosz és rosszul bánik az összes unokájával, de ő azt mondta, hogy dehogy is, csak félre beszélek. Szóval most igazán próbálok beépülni azzal azt, hogy kell egy pár sütit kerestem a nagyinak, és hát adok neki egy pár sütit, azt mondom, hogy anyukám csomagolt, és így nem fog remélhetőleg így elsőnek bántani minket. Á, valószínűleg a konyhába kell keresni, és meg is van. Óra, atyám, hello. Figyeljtek már, jön utánuk, úgy tűnik, hogy azt hitt, hogy az ő sütiét veszem el. Már az ő sütiét vettem el. Nem, egy kulcsot kell találnom azt, hogy föl tudjak menni az emeletre, és milyen gyorsan jön, bár figyelj! Aha, hogy az ilyen felsegítésszerű nem tud lépcsőzni szegény. Á, ide kellett volna a kulcsot megtalálnom. Kis Sancs, mondd az utat, én ezt elrontottam. Ah, fúj, láttátok az orrát. Megpróbálom azt, hogy erre jövök, figyeljtek, már itt van a kulcs bent a szobájában, és itt valószínűleg ki tudom cselezni, megpróbálok eljönni erre, csak kikérem a központból, mert tudom azt, hogy hol van, ez az nagyon király, de jön mögöttem, uram, atyám, figyeljtek már, hogy néz ki a nagy pipírcsókkal az orrán. Nem jutott, nyisd ki, gyors, és... Úristen, ugyanide nem jön. Oké, hát én itt mászkálok ezekkel, ami természetesen leszakadt. Most próbálok ugrándozni, bugrándozni, és igazából fogalmas sincs, hogy merre kéne, hogy menjek, de eddig ez egy nagyon-nagyon nem bíztató pályarész, sőt ez az egész pálya nagyon nehéz eddig. Én csak megyek és haladok előre. Hát ez meg mi? Remélem ez nem a pista az urak, a testvérem, legalábbis neki a bőre. Hát a legbiztonságosabb hely szerintem itt fönt van, ide a nagyanyja nem tud most már feljönni, hiszen tudjátok, az a gép segítségével tud járni. Hát igazából én szökök innen. Úristen, ez vala takarított itt valaki? Pöcsű, az teljesen behatolt az ablakon. Én kérek elnézést, én csak futok itt a medvecsapda. Srácok, ki volt ebben a házban, hogy medvecsapda kell az emeletre? Véletleg egy ilyen óriási háza van a nagyinak, és az egész játék abban, hogy nekünk innen kell kiszökni, hiszen a 7-es stage-en vagyok, de olyan akadálypályákon megyünk keresztül, és ez egy nagyon-nagyon igényesen kivitelezett játék, aminek nagyon örülök, hogy végre találtam egy tök jó obit. Mostában sajnos nem volt Roblox videó, legalábbis ilyen ugrálós obis videó, hiszen hát bevallom, azért nagyon béna obik voltak mostanában, és ne! Uram, atyám, ilyen sötétbe kell ki... Nem akarok kijönni ilyen időben. Áááá, sitton, hogy egyből pont ettől tartottam. Merre kell, hogy megyek, srácok? Az ajtó biztos, hogy nem jó. Mert úristen, valakit elásott itt a kertben a nagyi. Bakker! Na jó, ez több mint óra, és megpróbálom az ajtót, hát itt kell bejutni. De le van rácsolva, biztos, hogy nem én. Srácok, merre van az arra? Azt a beleestem, figyeljétek már, beleestem a sírba, nem is gondoltam, hogy erre van az úr, itt van a koponya lent, és egy ilyen föld alatti rendszert készített ide a nagyjaké, de várjunk csak, ezt ki készített, ezt valószínűleg ő csinálta, amikor fiatalabb volt, és ide temetettem mindenkit, aki jött hozzá, mert... Úristen, ez eddig a legdurvább pálya, amit valaha játszottunk, szerintem a Roblox-on belül, srácok. Egy lifthez fönté visz, oké, lezuhantam most, ugye, eddig szerintem itt vagyok a legnagyobb biztonságban, de ki szeretnék, bevallom az őszintét, menni innen, hiszen ez egy kicsit túl durva, hogy itt eltöltsek pár percet, vagy pár napot, gyorsan, szevasz lift. Várjátok, hogyha halkan megyek, akkor mögött el tudok menni, ez lesz a taktika, és jupi, jó, halka vagyok, azt ki tudtam, ez a sikerült is, hello, jó napot, úristen, kik ezek, figyeljétek, mert ők is átváltoztak zombivá, és nekem csak fut, Húha. Szétek, már tudtam a fejemre húzni egy ilyen skeleton, vagy hát ilyen csontvász koponyát, és így a többiek közé nem tudok így sem beépülni. Azt hittem, hogy ez lesz a taktika, hogy akkor be tudok épülni, fogalmam sincs, hogy mit kéne, hogy csináljak, de most akkor egy ilyen csontvász koponyával megyek a fejemben. Szerintem az lesz a helyes útirány, most gyorsan kicseleztem őket, aztán hello song, én itt sem vagyok, én nem vagyok bajkeverő, én csak mennék innen a fenébe, srácok, ez olyan sötét itt van itt az állat, és zsákutca. Eddig, srácok, ez a legnehezebb pályarész szerintem, amióta Robloxos amiket játszok így videóba, hiszen fogalmam sincs, hogy merre kell mennem, és itt liheg mindenki a nyomomba. Most próbálom azt a taktikát, hogy egyszer erre megyek, egyszer arra megyek, hogy felfedezek mindent, és ez az. Eddig pont másik irányokba mentem, és ott egyik sem volt jó. Uram, atyám, végre sikerült, ez hihetetlen. Olyan sötét van. Oh, no way. Visszakerültem ide, itt pottyantam le valahol a sírnál, és Nagyi, utál már innen, Nagyi, én beugrok az ablakon, Nagyi! Ajaj, trapdoor, lefelé haladtam, juhéj. Hát, oksa, srácok, én itt járok a 16. stage-nél, és ez a játék valami bitang nehéz, bevallom az őszintét, hogyha szeretitek, próbáljátok itt is, de lehetséges, hogy fogtok rage-elni rajta, hiszen nem a könnyebbik obbik közé tartozik, de azért teljesíthető. Például ez a pályarész, és itt lehet, hogy valami easter egg-eket elhagytam itt a sarokban, vagy alatta. Például ez mi? Ezzel áll az egész ház. Itt ezek a gerendákat, ez az egy cucc tartja meg. Furcsán van, egy picikét megépítve, de végre nyissuk ki az ajtón. Leszórakozz, mondd, hol vagyok? Újra a nagyinál. Azt hittem, hogy kiszöktem, de újra a nagyinál vagyok, és azt a... Figyeljétek már, a nagyinak a banyatankkal kell versenyezni. Nagy papa, hát ez hihetetlen, figyeljétek már. Akként megyek tovább, hellóka, és szépen fölmegyek a banyatankkal, tankolok előre. Wow, figyeljétek már, mindjárt kifogy a benya, olyan 800-zal megyek ezen, és figyeljétek már, és itt a cél. Ó, 47 másodperc alatt megcsináltam, és le kell szállnom valószínűleg, hogy tovább tudjak menni. De hol vagyok? Mondd, hogy kijutottam a nagyitól, mert ha nem, akkor megölök. Ezek mindig, hogyha nem... Bakker! Na ennyire még nem riadtam meg videóba. Úram, atyám, srácok! Mivel játszok ma? Az egy picikét csalódtam most magam, vagy egy golótól ennyire megijedtem, de olyan hirtelen jött, hogy srácok, a hideg kirázott még mindig. Hát ezt nem hiszem, akkor mehetek tovább. Hello. Szépen bemegyek idején a nagy Indiana Jones-oskodok, tudjátok, hogy működik ez, és jupi, kiszabadultam. Sütivel kell legyőznöm egy boss fight-ban nagyit. Granny-geddon. Mi ez a Granny-geddon? Hol van? Azta! Itt van a nagyi! Figyeljetek már! A minyonjait lövi ki! Minyonjait hozza a nagyi! Nem ő akar ellenünk harcolni, hanem hozza az ellenségeket! Azta, srácok! Ilyen boss harc sem volt végig itt a Robloxon belül! Hát ez iszonyatosan jó! Nagy... Azta, milyen jól lövök amúgy, bevallom az őszintét, hogy eléggé jól lő a gyerek! Azta! Azt hittem, elnézést, miket beszélek! Azt hittem, hogy arról az oldalról nem tudnak jönni, meg... Srácok, eddig ez volt a legdurvább Roblox obja, amivel játszottam valahogy megijedés szempontjából. Ez volt a legfélelmetesebb szerintem, hogy ijesztőbb inkább. Ugye volt, hogy kijutottam, jó, kaptam egy csomó sütit, kösz szépen, azt most a végre tudok enni. Szépen köszönöm, hogy itt voltatok a mai videóban, én nagyon-nagyon remélem, hogy élveztétek. Ez a játék, ami elképesztően durva volt, hogyha tetszett és szeretitek még hasonló Robloxos videókat tőlem, nyomjatok egy hatalmas nagy lájkot, iratkozzatok fel, és legyetek ti is menő sajtok, annyi, hogy feliratkoztok, és már is nagy királyok lesznek a kövi videóban. Tali, goló!